I could while away the hours, conferring with the flowers, consulting with the rain. And my head, I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. Férfi vagyok, tehát szeretek nagyokat enni, jókat böfögni, káromkodom. 3 hétig eljárok ugyanabban a farmerban. A távirányítót folyamatosan nyomkodom, mert nem az érdekel, hogy mi van a tévében, hanem mi van a másik csatornán. A férfi, hogyha elkezd tollatni, akkor kikapcsolja a rádiót. Tehát, hogy neki egyszerre egy dolog van. Rosszabb esetek úgy, hogyha rágózik, akkor megáll, mert egyszerre gyalogolni, meg rágózni, mert az is nehéz. Úgyhogy ezek szerintem alapvetően igazak, az alapstruktúra az így van, hogy a férfinek az agya az ilyen egyirányú, az egyirányú, vagy a női meg nagyon szertágazó. Tehát én azt hiszem, hogy a nők tulajdonképpen magukkal szúrtak ki egy csomó szempontból. Most nem érjük, hogy anyának ugyanúgy lenni kell, feleségnek ugyanúgy lenni kell, csak közben még vállalatot kell igazgatni, meg kirúgni embereket, meg átcsoportosítani, meg szervezni, meg nem tudom. Tehát egy csomó plusz feladatuk, autót is vezetnek, gyakorlatilag mindent megcsinálnak, amit a férfiak, tehát azt is meg kell csinálni, amit a nők. A férfinak az agya az úgy van beállítva, hogy kezdjen el vadászni, cselkészze be a vadat és ejts el. Nem úgy, hogy értse meg, hogy a vadnak milyen érzelmi szükségletei vannak, és vajon mi járhat a fejébe. Tehát ez neki egyáltalán nem dolga. Tulajdonképpen azt tanultam meg a nőkről a darabbal kapcsolatban, ami az egész darabnak a lényege, hogy egyenlő jogok, vagy egyformaság, vagy egyenlőség. Ez tulajdonképpen nincsen. Valamiféle egyensúlyt kell találni, mert a férfi az akkor is férfi maradt. Tehát, hogyha megpróbál az ember másmilyen lenni, meg megváltozni, az nem fog menni. Pont erre jó szerintem ez a darab is, hogy ennek az elfogadása, vagy ennek a humorral kezelése, tehát elfogadni azt, hogy én ilyen vagyok, és ilyen is maradok, te meg ilyen vagy, és ilyen is marad, és ez baromira idegesít időnként. De ezt, hogyha az ember elfogadja, vagy tudja humorral kezelni, akkor abszolút lehet együtt élni, vagy lehet ezt egyensúlyba hozni. Picikét kell tenni a nőknek, tehát mondjuk annyit, hogy mondjuk akkor, hogyha nagyon úgy van, akkor pisíjjel ülve a WC-n, de azért legyen a kezedbe egy sör. Minden, amihez egy férfi nem ért, az ért egy nő, és minden, amihez egy nő nem ért, az ért egy férfi. Tehát tulajdonképpen tényleg, hogyha ideális esetet nézünk, akkor egy férfi meg egy nőt, hogyha összegyúrjuk, lesz belőle egy tökéletes ember, vagy egy tökéletes pár, hogyha ki tudják egészíteni egymást.